Már javában zajlik a beruházás a Józsa András oktatókórház területén, munkahelyi óvoda épül. Az önkormányzat is támogatja az építkezést, az ünnepélyes alapkőletételen a város alpolgármestere kiemelte. Az elmúlt másfél év munkájának eredménye, hogy az intézmény felépülhet. Urik Attila hozzátette, a képviselőtestület egyhangulag támogatta az anyagi hozzájárulást. Több mint 100 millió forint önerőt biztosított Nyíregyháza, mondjuk a város önkormányzata, hogy ez az óvoda megépülhessen. Ugye egy régi adósságot pótolunk ezzel lényegében, mert még az elmúlt rendszerben megszűnt az itt lévő óvoda, és most amikor lehetőség nyílt arra, hogy az állammal együttműködve, a magyar kormánnyal együttműködve új óvodát építsünk, akkor lényegében ezt a helyet jelöltük ki arra, hogy egy óvika itt megépüljön. A tervek szerint a legszebb és legmodernebb óvoda épül most Nyíregyházán, hangzott el az ünnepségen. A 75 férőhelyes intézményben tornaszobát, sószobát és logopédiai foglalkoztató helyiséget is kialakítanak majd. A munkahelyi óvoda igényéről felmérést készítettek a kórházban, erre alapozva indították el a beruházást. Adorján Gusztáv főigazgató beszédében kiemelte, az intézmény kialakítása azt is segíti majd, hogy a kórház dolgozói, ha szeretnének, szülés után minél hamarabb újra munkába állhatnak, és biztonságban tudhatják majd gyermekeiket. Egy felmérést csináltunk, akkor 285 jelentkező lett volna azonnal. Most egy olyan számot tudok mondani, hogy jelen pillanatban a kórházunkban 400 olyan szülő van, akinek kiskorú gyereke van, 3-6 éves korú kis gyerekei vannak, tehát, és ez a szám gyakorlatilag egy 375 igény lenne tulajdonképpen. Az óvodáskorú gyermekek elhelyezésénél a szülők elsődleges szempontja, hogy a munkahelyükhöz minél közelebbi intézménybe járjanak a gyerekek. Ezért is támogatja a kormány a munkahelyi óvodák kialakítását, közölte a család és ifjúságügyért felelős államtitkár Nyíregyházán. Mi a családokat helyezzük a középpontba, a családokat helyezzük a gondolkodásunk és az intézkedéseink, a lépéseink középpontjába. Márpedig, hogyha a családokról beszélünk, akkor az egyik legfontosabb dolog a családok számára a biztonság. Novák Katalin hozzátette, a gyerekeknek 3 éves koruktól kezdve kötelező óvodába járni. Az intézményi szolgáltatás pedig a szülők több mint 99%-a igénybe veszi. Ezért is van szükség az új létesítmények kialakítására, amelyre több milliárd forintos forrás áll rendelkezésre. Fejlesztési forrásokból nem csak általában áldozunk a bölcsődei óvodai férőhelyeknek a fejlesztésére, a rendbehozására vagy újak létesítésére, hanem kifejezetten vannak mini bölcsödék létrehozását támogató programjaink, kifejezetten vannak munkahelyi bölcsödék létrehozását támogató programjaink, és az óvodáknak a fejlesztésére is ennek a 100 milliárd forintos összegnek a jelentős részét tudjuk forrásolni. A nyíregyházi beruházást a belügyminisztérium több mint 142 millió forinttal támogatja, amelyhez 72 millió forint pályázati forrás társul. Az önkormányzati önerővel együtt így összesen közel 320 millió forintból épül az intézmény. Az építkezésen egy időkapszulát is elhelyeztek, és az új óvoda alapkövét is lerakták kedd délelőtt.